Míg a zsűri belevetette magát az első feladatok javításába, a tanulók már buzgón dolgoztak a további értékmegőrző feladatokon. A verseny egyik legfontosabb célja, hogy a közös vármegyei értékek megismerésével a fiatalok identitás tudata erősödjön, miközben színes élményekkel gazdagodnak. Eddigi tapasztalataink azok, hogy a gyerekek ismét meglepnek minket, nagyon jól felkészülnek az értékekből, látják és foglalkoznak azokkal az értékekkel, amelyek körülveszik őket, akár a szülőföldjükön, a szülőtelepülésükön, tisztában vannak a vármegyei értéktárban szereplő értékekkel, és természetesen a hungarikumokkal is, úgyhogy nagyon nívós versenyek voltak eddig, ugye két középdöntő már lezajlott, és itt az utolsó középdöntőben eldől az, hogy melyik lesz az egy-egy csapat, aki még tovább jut majd a megyei döntőbe, és hát bízunk benne, hogy a megyei döntő után majd az országos döntőbe is az értékőreink, mert nyugodtan nevezhetjük őket így, majd bebizonyítják azt, és megmutatják azt, hogy mi is az a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei virtus, és a hagyományoknak megfelelően jó szerepelnek majd az országos döntőben. Mi nagyon büszkék vagyunk rájuk, köszönjük a gyerekeknek, hogy az értékekkel foglalkoznak, és külön köszönjük a felkészítő tanároknak is. Már hagyománnyá vált, hogy az értékes barangolás elnevezésű vetélkedővel indul az új év. Idén is nagyon sokan jelentkeztek, az online fordulót követően pedig három középdöntőben versenkedtek tovább a csapatok. Idén Baktalórendházán, Kálósemjénben és Nyíregyházán zajlottak a középdöntők. A helyszíneken három általános és három középiskolás csapat mérkőzött meg. A gyerekek azok, akik tovább viszik az értékeinket a következő generációknak, amikor ők is felnőttek lesznek, át fogják adni a saját gyerekeiknek. Mi, akik itt egy kicsit már talán a felső csúcsán vagyunk életkor szempontjából, ennek a gyűjtő és értékfeltáró és értékőrző munkának azt gondoljuk, hogy a legnagyobb feladatunk ezek összegyűjtése után átadni az ismereteket. Megmutatni, bemutatni, tudatosítani, és hát természetesen játékos formában kell mindezt, mint ahogy a vetélkedő is mutatja, ahol a gyerekek úgy érzik, hogy nagyon sok hasznos dologgal gyarapodnak. És nagyon-nagyon reméljük, hogy ők mindezt megtekintik, megnézik majd szűkebb környezetünkben, vagy a mi Kárpát-medencénkben is, hiszen egész a határokon túl is lépnek ezek az értékek, és ugyanilyen örömmel és nagy büszkeséggel fogják továbbadni a gyerekeiknek mindazt, amit a mi elődeink számunkra is, nem csak maguk számára létrehoztak. A legfontosabb cél, hogy a következő generációt is bevonják abba az értékmentő küldetésbe, amelyet a vármegyei értéktárban és különböző kulturális intézményekben zászlóra tűztek. Baracsi Endre elmondta, fontos, hogy legyenek követők, és 5-10-15 év múlva is vigyázzanak azokra az értékekre, amelyek körülvesznek bennünket, és amelyekből mi magunk is fakadtunk. A versenyzők is azonosultak ezzel a gondolattal. Fontosnak gondolom, hogy megtartjuk hagyományainkat és továbbadjuk a következő generációknak. A középdöntőkből továbbjutók tavasszal a vármegyei döntőben újra bizonyosságot tehetnek a helyi értékekkel kapcsolatos tudásukról.